Ünnepi menettel tisztelegtek Damjanics János emléke előtt a Magyar Honvédség második Vitéz-Vattai Antal területvédelmi ezred katonái szerdán délelőtt. Az Aradon kivégzett egykori honvéd vezérőr nagy szerb származása ellenére a magyar függetlenség egyik legnagyobb védelmezőjévé vált. Katonai küldetéstudata Nyíregyházán is nagy nyomot hagyott, ezt a jövőben pedig az őt ábrázoló új szobor is szimbolizálja. Nevéhez méltán fűződnek az 1848-49-es szabadságharc legszebb diadalai. Ő az a tábornok, akit a csatatéren nem győztek le. Bátor, elszánt katona volt, és haza szeretetében nem ismert határt. Egy szobor nem csak tárgy, hanem szellemiséget is képvisel, üzen és átad, éppen ezért nekünk, itt szolgálatot teljesítő katonáknak is méltónak kell lennünk hozzá, és ahhoz a katonai teljesítményhez, amit Damjanics tábornok képvisel. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, Damjanics János neve összeforrt a megyeszékhellyel. A 20. század második felében több tízezer katona szolgált a róla elnevezett laktanyában. Damjanics János, mint névadó, az nem csak az egykori honvédtábornokra, aradi vértanúra való emlékezés és tiszteletadás, hanem a régi Damjanics laktanya, a Dambó átörökítését is jelenti számunkra. Itt ebben a laktanyában mindig több ezer sorkatona látott el szolgálatot, és hadosztályparancsnokként az egyik legjelentősebb laktanya volt Észak-Kelet Magyarországon, itt a három határ közelségében. A nyíregyházi területvédelmi ezred névadójának, Vitéz-Vattai Antalnak emlékét pedig egy szintén frissen leleplezett emléktábla örökíti. Az 1940-től a megyeszékhelyen szolgáló altábor nagyról unokája emlékezett meg az eseményen. Elmondta, nagyapját Nyilasföldön és koholt vádak alapján itt Magyarországon is halálra ítélték. Úgy gondolom, hogy ha valakit két ellentétes rendszer is, totális rendszer is halálbüntetéssel kíván sújtani, ez önmagában is igazolja, hogy tettei azok helyén voltak, és egyik rendszernek sem szolgálta, hanem a népét, nemzetét szolgálta. Az eseményen elhangzott, a tartalékos katonák hatékony képzésével és a Honvédelmi Kollégium elindításával Nyíregyháza a jövőben is bástyája lehet Magyarország honvédelmi képzésének.